Berkenyi Tamás állatorvosként a Vadmadárkórház megalapításával egy szakmai emberi missziót teljesített. Pénteken este pedig az is kiderült, támogatói, barátai és gondoskodó tisztelettel viseltetnek az állatvilág különleges teremtményei iránt. A Köfén Művelődési Házban megrendezett tárlaton a látogatók megcsodálhatták a Vadmadárkórház több gyógyult madarát is. Az alkotók, akik körülöttünk vannak a Vadmadárkórház körül, szerettek bele, és egyre inkább a baglyokat mutatták meg, a baglyokról készültek a fotók, a festmények, a rajzok. Tehát mi csak helyet adtunk annak, amit tulajdonképpen a körülöttünk levő emberek, a hozzánk betérő emberek kiválasztottak. Az egy érdekes kérdés, hogy van, hogy miért a baglyok. Azt látjuk mindig a látogatóknál is, hogy a bagoly az, ami a leginkább megragadja őket. Szeretik a galambokat, a rigókat és bármi más, de a bagoly az valamiért különleges. A sötétsége, sötétségben élés, az éjszakai madár, mi volt a misztikuma, a különlegessége miatt. A kiállításon az is kiderült, nagyon sokan gyűjtenek baglyokat ábrázoló dísz vagy használati tárgyakat, sőt az alkotók közül is sokakat megikletnek ezek a titokzatos madarak. Ebből adott ízelítőt a Baglyosságok címmel megrendezett csoportos kiállításon Kalmár Lajos Gábor, Klotz Miklós, Lendvai Balázs, Rednágel Csongor, Setét Anikó, Evdőri Magdolna és Horváth Hella. Nagyon különleges tárlat lesz abból a szempontból, hogy a madarak közül a baglyok lesznek azok, akik a főszereplői a témának. Lesz egy csoportos bagoly kiállítás, lesz egy gyűjteményből válogatás, illetve természetfotósok és fotóművészek alkotásaiból lesz bemutatva néhány. Minden képnek a főszereplője bagoly lesz, illetve az a megtiszteltetésért, hogy a három baglyos festményemmel én is szerepelhetek ezen a kiállításon. A tárlat május 18-áig látogatható.